Sziasztok! Akit érdekelnek további focis érdekességek, az kövessen be minket Instagramon, ahová minden nap új tartalmat teszünk fel. Továbbá heti egy kérdezfelelek formájában válaszolunk a kérdéseitekre is. Márk-André ter Stegen napjaink egyik legjobb hálóőre. Az elmúlt években az elképesztő védéseivel jó párszor mentette meg a Barcelona csapatát. Ha meghalljuk a nevét, azonnal a kapus poszt ugrik be mindenkinek. El sem tudnánk képzelni őt más pozícióban. Viszont fiatal korában nem ez volt az eredeti posztja. Ter Stegen 2 éves korában a bátyjával együtt kezdett el focizni Mönchengladbach utcáin. Már 3 évesen megtanult valamennyire cselezni. Ez felkeltette a nagypapája és a szülei figyelmét is, akik ennek hatására elvitték egy helyi ifi csapathoz próbajátékra. Itt megcsillogtathatta tehetségét, amivel azonnal felvételt is nyert a csapatba. A nagypapám és a szüleim rengetegszer vittek edzésekre. Nem számított, hogy esett az eső, vagy éppen havazott. Sosem szóltak bele a focival kapcsolatos dolgaimba, mert tudták, hogy végül úgyis az edző dönt arról, hogy játszom-e vagy sem. Egyszer sem helyeztek engem nyomás alá, és ez nagyon sokat segített. Először mindenki arra gondol, hogy biztosan a remek védéseinek köszönhette azt, hogy bekerült a csapatba. Hát most el kell, hogy szomorítsunk titeket, hiszen a cselezési készségére figyelt fel az edző, aki középpályásként szerette volna őt játszatni. Eleinte a gólszerzés éltette a fiatal német játékost, viszont egy nap minden megváltozott. Egy tétmérkőzésen kapus nélkül maradt a csapata. Így végül Ter Stegen úgy döntött, hogy beáll a kapuba. Nagyon tetszett az, ahogyan kapusként néztek rám a többiek. Mindig megdicsértek, hogy remekül védek. Attól a pillanattól fogva nem hagytam el a kaput. Örülök, hogy így alakult. Egyébként az egyik edzője is arra sarkalta, hogy kapusként folytassa, mivel nem nyerte el a tetszését Ter Stegen játéka a középpályán. Mindnyájan örülhetünk annak, hogy így alakult, különben egy klasszis hálóőrrel kevesebb lenne a profi futballban. Szerintetek elég elismerést kapnak a kapusok? Egyébként ti milyen poszton kezdtétek el a futballt? A válaszatokat írjátok le kommentben!